magas koleszterin szint. Azzák a magas koleszterin szinttel. Magas koleszterinnek. Koleszterin. Mindenhol lehet róla hallani, hogy mennyire veszélyes lehet magas szintje a szív- és érrendszerünk egészségének tekintetében. De valóban így lenne? Tényleg óvakodni kell a koleszterintől? Az igazság az, hogy a dolog ennél jóval összetettebb, és ha szeretnél válaszokat kapni az elhangzott kérdésekre, úgy érdemes az elejéről elindulnunk. Kezdjük a legfontosabbal. Mi is az a koleszterin? A koleszterin egy olyan anyag, amely számos módon segíti a szervezetünket, mivel a sejtmembránok építőköve. Többek között részt vesz az EPE, a hormonok és a D vitamin termelésében. Egyfajta lipidként működik, a lipidek pedig olyan anyagok, amelyek nem oldódnak fel a vízben, így a vérünkben sem válnak szét. Ehelyett végighaladnak a véráramlásban, hogy elérjék a testünk azon részeit, ahol szükség lehet rájuk. Alapvetően a májunk elegendő koleszterint állít elő a szervezetünk szükségleteinek kielégítéséhez, azonban a különböző elfogyasztott élelmiszerek további lehetőséget adnak a koleszterin bevitelére. Normál keretek között a rendelkezésre álló koleszterin mennyiséget testünk tökéletesen tudja kezelni, azonban, ha túl sok koleszterinben gazdag élelmiszert fogyasztunk, vagy valamilyen oknál fogva az említett rendszer felborul, úgy a vérünkben végső soron több koleszterin fog keringeni, és ez az, ami igazán veszélyes lehet. Röviden a koleszterin önmagában nem rossz, valójában létfontosságú az élethez, de túl nagy mennyisége káros lehet az egészségünkre nézve. Ezek után merülhet fel benned a kérdés, most akkor kell aggódjak a koleszterinem miatt, vagy sem? Alapvetően igen, fontos, hogy tisztában legyél szervezeted koleszterin szintjével. A májunk termeli a testünkben rendelkezésre álló koleszterin közel 80%-át, a maradékot jellemzően élelmiszerekből pótoljuk. Normál esetben a testünk képes kiszűrni azt a koleszterin mennyiséget, amire nincs szüksége, de számos tényező befolyásolja ennek a rendszernek a hatékony működését. Az étrend többek között kulcsfontosságú. A telített zsírokban vagy transzsírokban gazdag élelmiszerek fogyasztása bizonyítottan növelheti a koleszterin szintünket. A telített zsírokat többnyire állati eredetű termékekben találhatjuk meg, mint például hús, tej. Sajt és vaj, míg a transzsírok a feldolgozott élelmiszerekben és a gyors élelmiszerekben fordulnak elő. Végső következtetésként kijelenthetjük, hogy igenis fontos odafigyelnünk a koleszterin szintünkre, ha szeretnénk megelőzni a túl nagy mennyiségéből következő egészségügyi károsodásokat. Milyen típusai léteznek a koleszterinnek? Leegyszerűsítve létezik jó koleszterin és rossz koleszterin, de ne érjük be ennyivel, és mélyedjünk el a részletekben. Ahogyan már említettük, a koleszterin egyfajta lipidek és fehérjék kombinációja, amely képes átjutni a vérben. A lipoproteineket érdemes úgy elképzelned, mint áruszállító hajókat, amelyek városról városra járnak. Egyes hajók fontos élelmeket szállítanak a városokba, míg más hajók a szemetet gyűjtik össze. Szervezetünknek szüksége van olyan lipoproteinekre, amelyek képesek felszívni a felesleges koleszterint. Jellemzően ezeknek a lipoproteineknek két fő csoportját ismerik az emberek, az LDL és a HDL-t. Azonban ennél jóval több van. Az LDL angolul low density lipoprotein, amit jellemzően rossznak titulálnak, míg a HDL angolul high density lipoprotein, amit pedig a jó koleszterinnek hivatottak jelölni. De miért is rossz az LDL koleszterin? Ismét egy téfit, hogy az LDL koleszterin önmagában rossz. Ez ilyen formában nem igaz. Az alacsony sűrűségű lipoproteinekre a szervezetünknek szüksége van, azonban, ha túl soká rendelkezésre a vérkeringésünkben, úgy valóban egészségügyi problémákat okozhatnak. Hogy miért? Az LDL koleszterin képes más anyagokkal kombinálódni, amik végül felhalmozódhatnak az artériáink falán. Ezek a felhalmozódások idővel zsílerakódásokká alakulhatnak, és egyre nagyobbak lehetnek. Ezt a típusú plaknövekedést nevezik érelmesesedésnek, ami jelenkutatások alapján növeli a szívroham és más szívvel kapcsolatos egészségügyi állapotok kialakulásának a kockázatát. Tehát, ha szeretnénk megőrizni a rendszerünk egészségét, úgy érdemes az LDL koleszterin szintünket alacsonyan tartani. Na de akkor miért is jó nekünk a HDL koleszterin? A HDL koleszterin többnyire kizárólag fehérjéből tevődik össze, ezért is hívják magas sűrűségű lipoproteinnek. Az LDL koleszterinnel szemben képes extra koleszterint kivonni a vérünkből, és a májba szállítani. Végső lépésként a máj lebontja a túlzott mennyiségű koleszterint, és megszabadítja a testünket tőle. Ezt a folyamatot nevezzük transportnak. Míg az LDL szintünket érdemes alacsonyan tartani, úgy a HDL-t mindenképpen érdemes magasan, mivel nagyobb mennyisége képes csökkenteni a szívbetegségek kialakulásának az esélyeit. A következő ábra tökéletesen szemlélteti az LDL és a HDL koleszterin működése közötti különbségeket. Milyen tényezők befolyásolhatják a koleszterin szintet? Több olyan tényező is létezik, amelyek befolyással lehetnek a koleszterin szintünkre. Elsőként megemlíthető az életkor, mint kockázati tényező. Ahogy idősödünk, úgy koleszterin szintünk természetes módon emelkedik. Második, az egyik legfontosabb tényező, az étrend. Az elfogyasztott ételekben található telített zsírok és transzsírok növelik az LDL koleszterin szintet. Ezeknek a zsíroknak a korlátozott bevitele bizonyítottan hozzájárulhat az egészséges koleszterin szint fenntartásához. Harmadszor az aktivitási szintünk szintén befolyással van a koleszterin szintünkre. A rendszeres testmozgás bizonyítottan növeli a HDL szintet, így mindenképpen javasoljuk, hogy igyekezz a hét minden napján legalább valamilyen formában testmozgást végezni. Továbbá a génjeink hatással vannak a természetes koleszterin szintünkre. Ha már családunkban korábban előfordult magas koleszterin szint, úgy akár mi is örökölhetjük. Hogyan csökkenthetjük a koleszterin szintünket? Az eddig elmondottak alapján a legfontosabb feladatunk koleszterin szintünkkel kapcsolatban az az, hogy javítsuk az LDL és a HDL közötti arányt, a HDL javára. A magas koleszterin állapota azt jelenti, hogy a vérünkben túl sok olyan anyag halmozódott fel, amelyek letapadhatnak az artériák falán, ez a folyamat pedig növelheti a szív- és érrendszeri problémák kialakulását. Manapság léteznek már koleszterin csökkentő gyógyszerek is, azonban ezek nem oldják meg a probléma forrását, sőt a legfrissebb kutatások alapján akár károsak is lehetnek egészségünkre nézve. Ha valóban hatékonyan szeretnéd mérsékelni koleszterined, úgy az alábbi életmódbeli változtatásokat tudjuk javasolni. Próbáld mérsékelni a telített zsírokban gazdag élelmiszerek fogyasztását. A vaj, sajt, marhahús vagy békön, mind-mind olyan élelmiszer, amely gazdag az említett zsírokban, korlátozott fogyasztásuk pedig csökkentheti az ldl koreszterin felhamozódását. Kerüld a transzsírokat. Ezek a típusú zsírok a magasan feldolgozott élelmiszerekben és a gyors termékeiben találhatóak. Leggyakrabban részlegesen hidrogénezett növényi olajokkal készülnek, amelyek rendkívül károsak egészségünkre nézve. Fogyasz omega-3-ban gazdag ételeket. Az omega-3 zsírsavak közvetlenül nem befolyásolják az LDL szintet, azonban olyan jótékony hatásokkal rendelkeznek a szív- és érrendszer egészségével kapcsolatban, amelyek többek között a magas vérnyomást is mérsékelhetik. Omega-3-ban gazdag élelmiszerek közé sorolhatóak a halak és a különböző tengergyümölcsei, valamint a dió és a lemmag. Igyekezz minél többet mozogni. A mérsékelt fizikai aktivitás is növelheti a HDL-koleszterint. Legyen szó biciklizésről, kocogásról, vagy csak egy 20 perces sétáról. Mindegyik jó választás lehet koleszterin szintet szempontjából. Ha dohányzol, úgy mindenképpen próbálj meg felhagyni ezzel a káros szokással. A dohányzás hagyása bizonyítottan javítja a HDL szintet. A legfrissebb kutatások alapján egy évvel a leszokást követően a szívbetegségek kockázata a felére csökkenhet. Az elhízás már önmagában is megemelheti a koleszterin szintünket, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbáld megőrizni egészséges testsúlyod. Apró változtatásokkal gyorsan megszabadulhatsz a felesleges kilóittól, továbbá jó döntés lehet kipróbálnod az időszakos bőjtöt. Végül, de nem utolsó sorban, kerüld a mértéktelen és rendszeres alkoholfogyasztást. Te odafigyelsz koleszterin szintedre? Ha igen, hogyan gondoskodsz egészségéről? Válaszodat ír le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videóban elhangzottakat, úgy kérlek ne felejts el lájkolni minket, iratkozz fel a csatornánkra, illetve megtekintheted korábbi tartalmainkat is. Ha pedig szeretnéd támogatni a munkánkat, úgy megteheted a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!